újra együtt, Pozdorján és Gavandor, a két nagyhős kalandor. Ahogy mondod, a csápomba beleállt a zsába. Semmi sem állíthat meg mink. Hogy? Mi történt a csápoddal? Hát, tudod, csak az előbb... nem fontos. De ezek meg miféle úton állók? Bármere nézek, mindenütt ők vannak. Olvastam már róluk. Ezek itt új-zélandi iszapcsigák. Betolakodók. Semmi keresni valójuk itt. Akkor mire várunk? Védjük meg a vizeinket. Hős, tegzes katonák! Sorakozó! Előre! Támadás! Pihenj, katona! És oszolj! Mi ketten vagyunk, ez meg egy hadsereg. Ráadásul páncélos hadsereg. A hajók ivóvizes hordóiban érkeztek a világ túlfelé. De ez így nem oké. Felfalják az algaszőnyeget, megesznek előlünk mindent. Alig marad itt táplálék nekünk. A kétlábú vizenkívüliek hozták ide őket. Olyan éhes lettem. Túl sokan vannak. Mi nem tehetünk ellenük semmit. Gyere, tényleg? Menjünk. Érdekes. Egész elpillettem. De nézd, milyen kényelmesen csergő. Na gyere csak, Pozdorján. Pihenjünk meg egy kicsit. De hát csak nemrég indultunk. Jó, nem menő heverő. Ez a nagy kosárkagyló héja. Ugye milyen kényelmes? A nagy kosárkagyló is egy jövevényfaj. Ázsiából érkezett, és mindegyik egyszerre fiú és lány, vagyis pár nélkül is szaporodnak. Ez borzasztó. Előzönlik az édesvizeket, és alig maradt hely és táplálék az őshonos fajoknak, mint például a tompa folyamkagylónak. Mindig is itt élt, és mégis egyre kevesebb van belőle. Pont az történik itt, mint kint a parton a japán keserűfűvel. Az ártereken már mindent elborít. Alig marad hely a fűzfáknak, meg a bokroknak, meg a... Jó van, na, nyugi, pozdi! Pozdi? 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 Dőj hátra, lazulj el egy kicsit. Nem kell annyira izgulni. Hogy mondhatsz ilyet, Gavandor? Mi van veled? Épp azt próbálom elmagyarázni, tudom, hogy... Tudom, bocsi, de valahogy kerülgeti a csúza potrolábaimat. A traheo kopoltyúim meg elzsibbadtak. Beteg vagy? Ittál valamit? Csak patakvizet. Te, azok ott mit csinálnak? Ívnak. Akkor tényleg lehet valami a vízben, mert teljesen megkergültek. Nem isznak. Ívnak. Ikráznak. A szivárványos ökle hímje, vagyis a teljes, ilyenkor gyönyörű színekben pompázik. A nőstény, vagyis az ikrás, egy hosszú tojócső segítségével a kagylókba ikrázik. A kagylóhéj, mint egy erős páncél, megvédi a kis ökléket. Te, Gavandor, figyelsz egyáltalán? Persze, pozdikám, ez nagyon érdekes, úgyhogy mesélj csak, hogy... Jaj, milyen szép dolog is ez a szerelem. Bocsika, csak kicsit besűrűsödött a hemolimfám. Úgyhogy, ha nem haragszol, akkor én most szúnyok egyet, jó? Jó étpozdi, mosdi. Igazad van. Kényelmesek ezek a jövevénykagylók. Ezer lapá és limány? Hát nem bealudtam. Gavandor, ébresztő! Gavandor! Gavandor! Hol vagy, Gavandor? Itt, erre! Barátom! Hát veled mi történt? Nem tudom! Ó, de én igen. Bebábozódtál. Be? Hát ezért voltál olyan fura. Ezért voltál olyan zsémbes egész idő alatt. De ne haragudj! De, hogy haragszom. Sőt, inkább örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem sokára kirepülsz. Kicsit félek. Ha elmész, nem tudom, mihez kezdek majd a rengeteg ellenség között. Addig itt maradsz velem? Persze, cimbora. Itt leszek veled végig. Egészen addig, amíg ki nem repülsz, ne aggódj. Szívesen. Nagyon szívesen. Jó reggelt mindenkinek! Gavandor, hozzak valamit? Ez meg mi?
Hát ez üres. Kirepült! Kirepült. És én? Engem itt hagyott. Én még csak be se bábozódtam. Gamondor, úgy fogsz hiányozni. Remélem vársz rám. Nem sokára jövök! Hello! Hello, világ! Kikeltem! Szárnyam nőtt! Légy irányítás! Itt Gamondor! Igen, Gamondor, mondjad. Kérek engedélyt a felszállásra! Engedély megadva. Engedélyt vettem! Indulok! Hoppácska, még kicsit döcögős a felszállás. A repülés még gyakorolnom kell. Első gyakorlat, a nagypartra szállás. Ez itt a föld, mint egy másik bolygó. Kis lépés egy tegzesnek, nagy lépés a tegzességnek. Következő cél, az ég, öveket becsatolni, nagy világ, jövök! Na? Induljon a Texas mentő akció. És ne feledkezzünk meg a szemüvegemről sem. Lehet, hogy ez Gamondor. 100%. Nekem elhiheted, 1000 közül is megismerem. Most ő is részt vesz a rajzásban, a texasek legnagyobb buliában. Meghódítja ő is az égboltot. És Pozdorján? Pozdorján. Papu, megvan a szemüveged. Jaj, de jó. És megvan Pozdorján is. És még a szemüvegem is előkerült. Hát, így értek véget a pataklakók kalandjai. Micsoda csapat voltunk? Pozdorján és Gamondor, a két hős kalandor. Ő kirepült, én visszatértem. Visszatértem oda, ahonnan indultam. Papu, Lili és a könyvek közé. De olvasás helyett most inkább írnék. Ez az, megírom, mi minden történt velünk. Kiadom az emlékirataimat. A csápomba bele állt a zsába. A saját könyvemet. El is pillettem. 100 oldalban, színes képekkel. A Traeho kopoltyúim meg valahogy csípadnak. Egy pillanat. Ez nem azt jelenti, hogy... Dehogy nem! Mindjárt bábozódok, és nem sokára kirepülök! Gamondor, készülj! Mindjárt jövök!